Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Köszöntelek benneteket ezen a felvételen. Én úgy is mondhatnám, hogy ez a felvétel nem más, mint egy napi horoszkóp az indiai számítás szerint. Miért választom ezt a területet? Mert én évek óta az asztronómusoknak a naptárjával dolgozom, és ott a számítás mindig más volt, mint a mi asztrológiánkban, a mi általunk ismert asztrológiában, és ezért választottam ezt az indiai utat, mert az indiai számítás az ugyanaz, ahogy az asztronómiai naptárban is benne van, ezért szeretném nektek ezt a területet mutatni. De mivel ez egy más számítás, ne csodálkozzatok el azon, ha én közlöm veletek, hol van a nap, a hold és a bolygók, ez más számítás, tehát másképp van, mint a mi asztrológia területén. Ezen a képen látható a napi horoszkóp, mégpedig abban az időpontban, amikor a nap felkel a keleti határon, tehát napkelés itt az ikrek jegyében. A nap mutatja mindig a havi témákat is, még mi mindig az ikrek jegyét érezzük, tehát ez nekünk általánosan fontos, a kommunikáció, kicsi változások, és természetesen hat a levegő eleme, mert az ikrek jegye a levegő eleméhez tartozik, és az mutatja a szabadság érzetét, a könnyűségeket. Itt, ezen a területen van természetesen a nap, mert ez a napkelte, azon kívül Merkur bolygó. Itt is kell, hogy arra ügyeljünk, ha beszédeink vannak, hogy maradjunk ebben a könnyűségben, ne vegyük olyan nehezen a dolgokat. Merkur bolygó visszatekintő, ez kihat a múltra, tehát lesznek valamilyen témák, ami bennünket a múltban is befolyásolt. Az is lehet, hogy jön egy hír, valaki jelentkezik a múltunkból. De Merkur bolygó ezzel a mozgással lelassítja az eseményeket. Utalhat arra is, hogy őrizzük meg a titkainkat, ne beszéljünk róla, inkább kevesebbet, legyünk visszahúzódóak. Itt található a felfele mozgó holdcsomó októberig az ikrek jegyében. Ez a felfele mozgó holdcsomó mutat egy kármikus utat, amit mi nem ismerünk. És itt lehetnek új kapcsolatok is, az passzol nagyon jól az ikrek jegyéhez. A második életház, itt a rák jegyében, az utal a pénzügyi dolgokra, a vagyoni helyzetre, de az értékekre is. Ez lehet egy belső érték. Itt található Veszta istennő, ő uralkodik a tűz, az égi tűz felett. Úgy hasonlóan, mint ahogy ismerjük a mitológiából Prométheuszt. Prométheusz hát a tűz elemét nekünk ide a földre hozta, de Veszta istennő is a tűz eleméhez tartozik, ő őrzi ezt a lángot, ezt az isteni égi lángot. De kihat ránk is, és mutatja a belső tüzet, a szív melegségét és a lelkesedést. Mivel itt a második házban arról van szó, hogy ezek az értékek, ezt kell, hogy értékeljük. Veszta istennő kihat a spirituális munkára is, és mivel itt pénzről is van szó, az lehet egy irány, hogy ez a hivatás, és ezáltal jön pénz.
A negyedik életházban van a hold. Tegnap félhold volt. Az azt jelenti, hogy a nap és a hold az egy ilyen úgynevezett kvadrát kapcsolatban állnak egymással, és az egy belső feszültséget vált ki bennünk. Ez az elemektől jön. A hold a szűz jegyében, a föld elemében, és a nap az ikrek jegyében, a levegő elemében. És ez a föld és ez a levegő, ez nem segíti egymás, hanem túl sok. Ezt láthatjuk a természetben is. Hogyha nagy szelek vannak, akkor kiszárad a föld. Vagy ha veszünk egy poharat, és benne van a levegő, teszünk bele földet, vagy homokot, akkor az a levegő az eltűnik. Tehát ezeket a kapcsolatokat az elemek között, ezt láthatjuk a természetben is. Vagy segítik egymást, vagy túl sok, és akkor a másik nem tud érvényesülni. Pontosan így van itt az asztrológiánál is. Ennél a levegő eleménél ez túl sok föld, és itt a föld eleménél ez túl sok levegő, vagy ilyen szeles idő, amikor kiszárad a föld. És ez érezhető így energikusan is. Ez volt a tegnapi nap, ennél a félholdnál, de napkeltékor a hold még mindig a szűz elemében van, tehát még mindig van ez a belső feszültség, viszont délután a hold megváltoztatja a helyzetét, és átlép a mérleg jegyébe. Így délutánra már érezzük ezt a könnyűséget, mert ez a levegő eleme. A nap a levegő elemében, a hold a levegő elemében, tehát jön ez a harmonikus érzés, minden olyan könnyebb lesz a délután folyamán. De napkeltékor még itt van a szűz jegyébe, tehát visszateszem ide a szűz jegyébe. És hogyan tovább? Az ötödik és a hatodik életházban most nincs hatás, ez így nyugszik. Azt nem kell, hogy megemlítsük. Viszont a hetedik életházban történik valami. Plutó bolygó eddig a kos jegyében állt, illetve mozgott, volt egy ilyen visszafele haladó mozgása, és visszatért a nyilas jegyébe. A mai naptól újra a nyilas jegyében van, és ez érezhető. Valami vagy valaki visszatér a múltból. Ez lehet egy szerelmi kapcsolat is, mert a hetes életház a párkapcsolatot mutatja. Itt található a mi bolygónk is, a Föld, tehát itt valami lesz, és ti érzitek a biztonság érzetét. Vannak kármikus témák, itt van a lefele mozgó holdcsomó, és az mutatja a múltat, mindazt, amit átéltünk a korábbi életünkben. A nyolcas életházat úgy hívjuk, hogy a halál, egy haláleset. Természetesen ez is előfordulhat, vagy egy örökségi téma. De ennek van egy szimbolikus jelentése, mégpedig azt, hogy be kell, hogy valamit fejezzünk. Ez lehet egy gondolat, ez lehet érzés, mint például a félelmek, ez lehet egy kapcsolat, ez lehet valami a lakásban, vagy a házban, ami zavar, akkor dobjátok ki, mert nincs rá szükségetek. Lehet egy hely is, ahol érzitek ezt a nyugtalanságot. Például vásároltok valahol, és az eladónő mindig olyan barátságtalan hozzátok. Az nem tesz jót, akkor menjetek máshova vásárolni, ha van rá lehetőség.
Tehát itt ezen a területen elbúcsúzunk valamitől, vagy valakitől, de jön valami új, és az értékeket meg kell, hogy tartsuk. Azon kívül ez a 8-as életház mutat hivatalos dolgokat, és még egy téma jön ehhez az életházhoz, mégpedig a testi kapcsolat. Itt található Szaturnusz bolygó és Jupiter bolygó. Szaturnusz bolygó segít abban, hogy mi itt rendet rakjunk, és Jupiter bolygó az számunkra szerencsét hoz, viszont Jupiter bolygó most a határon van, és ezzel a visszafelé mozgással visszatér ide a nyilas jegyébe. Tehát holnaptól Jupiter már itt hat a nyilas jegyében, és nem ezekről a vagyoni dolgokról lesz szó, hanem a párkapcsolatról. Jupiter hoz szerencsét. A 9-es életház az mutat utazásokat, külföldi kapcsolatokat, de ez lehet egy belső utazás is. Itt található a vízöntő jegye, megint a levegő eleme, ez a könnyűség, és Neptun bolygó. Neptun bolygó mutatja az álmainkat. Ha hiszünk benne, akkor az megvalósulhat. Ez inkább egy olyan belső utazás. Természetesen lehet egy nyaralás is, ami álom szép. A 10-es életházban van a nyilvánosság és a hivatás, ami hív bennünket. Itt található Mars bolygó. Az mutatja az erőnket, és ha ebben az irányban teszünk lépéseket, most megvan arra a lehetőség, hogy valamit a nyilvánosságra hozzunk, vagy éljük a hivatásunkat. Mivel Mars bolygó egy férfias energia, lehet, hogy itt egy férfiről van szó. Az a munkahelyi területen, vagy a nyilvánosságnál. A 11-es életház mutatja a baráti kapcsolatokat, egy baráti kört, viszont azt is, amiről mi álmodozunk, ami reményeinket. Itt található a kos jegye Uránusz bolygóval. Uránusz segít abban, hogy itt változás legyen. Azon kívül ez a kis bolygó, Chiron. Chiron kis bolygó, ismert a mitológiából. Őt a nap istene Apolló nevelte fel, és Chironnál érezzük a gyógyító hatást. Ő mutatja mindig, ahol fáj. Az lehet egy testi fájdalom, vagy egy lelki fájdalom. De mutatja azt is, hogy tudjuk ezt gyógyítani. Vagy a téma gyógyulás áll itt a középpontban. A 12-es életházban vannak a titkok és a titkos ellenségek. Itt található Vénusz bolygó, az lehet egy titkos szerelmi kapcsolat, vagy egy ellenség, és ez egy hölgy, erre utal a Vénusz energia. Ez lehet egy tanács számunkra, hölgyekre, hogy legyünk most inkább visszahúzódóak, és figyeljük az eseményeket. A nap közeledik egy kapcsolathoz Uránusz bolygóval. Nem a mai napon, de a következő napokban érezhető lesz, kivilágosodik valami, és lesznek változások. A hold egy kapcsolatban áll Plutó bolygóval a mai napon. Ez mutat egy belső feszültséget, ez érezhető lesz, mégpedig olyan témáknál, amikor valamitől vagy valakitől el kell, hogy búcsúzzunk. A hold egy kapcsolatban áll Neptun bolygóval, ezt a kapcsolatot úgy nevezzük, hogy quincunx aspekt,
és ez a bizonytalanságokra utal. És ez volt a napi horoszkóp június 29-én napkelténél. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!